Szasztos kacok, üdvözlök mindenkinek a GTA 5 végigjátszásánál. Én őszintén vagy már kicsit ideges vagyok vele, mert harmadjára kell neki kezdenem, és minden egyes alkalommal körülbelül másfél órát játszottam vele, szóval azt már kívülről vágom, hogy mi történik benne. A kommentárom nem is lesz majd olyan érdekes, hogyha engem kérdeztek. Remélhetőleg azért majd velem tartotok a továbbiakban is. Nos, azért még elmesélem, milyen problémáim voltak. Először nem volt hangja a videófájlnak, amit ön felvettem. Másodszor meg a csúszott az én kommentárom a videó fájlnak a hangjához képest. Hála annak, hogy a videó 48 kHz-es volt, az én hangom, amit meg külön felvettem, az 44.100 Hz-es volt, szóval ezek így együtt nem nagyon tudtak működni. De most, ugye minden igaz, akkor már saját hangomat is 48 kHz-ben veszem, szóval most már menni fog, de szerintem kezdjük is el, és csepeljük tovább a szót. És azért kezdtem az Xbox dashboardon a játékot, mert ez a játék ilyen in medias res, egyből bedob a közepébe. Szóval nincsen menü, ahol én tudnék nektek beszélni. Bár itt elég hosszú ideig tartom, eddig beindul a játék lényegében. Szóval akár a közben is beszélhettem volna. Nem mesek ezzel a játékkal, kicsit vicces a háttérsztorim, mert úgy voltam vele, hogy ezt úgyse fogom megvenni egy jó ideig, aztán néztem róla egy-kettő gameplayt, miután megjelent, meg erről beszéltünk mondjuk Lászlóval és meg egy-kettő barátommal is, és rájöttem, hogy nekem kell ez a játék, utolért a hype, szóval meg is vettem. Amúgy, amikor kijön a GTA Online is, az azt hiszem október elején fog, még nem elérhető. Akkor majd csinálni fogok előbb-utóbb Lászlóval is videókat. De először egy másik barátommal fogok, mert Lászlónak, hogyha minden igaz, akkor addig nem lesz meg, de lehet, hogy addig meg lesz neki, ki tudja. Na. És egy olyan 15 perc múlva szerintem leállítom a felvételt, és megnézem, hogy a hang csúszik-e, mert már akkor nagyba csúszott a hang, az én hangom a játék hangjához képest. Szóval majd meglátjuk, hogy akkor hogy fog alakulni a dolog. Addig csak várjuk meg, ameddig betölt ez egy jó öreg story mód. Aminek az elejét meg kívülről kell nem vágom. Se baj. Landerdorf, North Yankton, 9 évvel ezelőtt. Na végre kinyitottad az ajtót, faszopom. Hé, most meg kell pofán baszni a puskatussal? Szegény ember csak nyitotta az ajtót. Persze, rút hátba is. Na. Igen, igyekezz ne felrobbantani magad a tesó. Közben ezeket szépen meg kell terelnem abba a... A closet az ilyen szekrény. Nem is, az nem tűnik egy szekrénynek, szóval... Nevezzük annak a másik teremnek. Betegyük őket a fegyverre. Hé, haver, neked is mellett kérem. Simán térden ülök, hogyha akarod, szóval menj be gyorsan. Na. Hagyja meg a kicsik között, ez nekem is biztos, hogy meg nem. Nem nagyon félek a haláltól, de attól még... Nem is tudom, na mindegy. Na akkor, telefonáljunk, gyerünk, detonate! És robban is a plastik. Amit egész szépen megcsináltak, azt meg kell hagyni. Bár kicsit finomabban elintézhettük volna. Show me the money! Ti csak nyugodtan, te kis buzi. Na. Nem tudtuk volna megfúrni a széfet, vagy valami ilyesmi, mert most, hogy így felrobbantottuk, nagyobb az esély, hogy elkaptak minket például. Biztos bekapcsol egy riasztó is. Nem értek hozzá. Életemben nem roboltam bankot, majd ki tudja, lehet, hogy majd a GTA hatására a legközelebb. És szépen váltsunk karaktert, ugyebár az új GTA-nak is ez is egy izéje. Ilyen újítása. Szóval lőjük pofán az emberünket. Szerintem meg kellett tennem. És nem értem, veszed vissza a maszkodat? Még mások is észrevetnek. 178 ezer dollár. Hely, a múltkor nekem 178 dollár 999-en volt. Fa. Ezt nem is jó sorrendben mondtam. Na mindegy. Inkább csak azt is robbansd fel szépen, baby. Azt már nem betelefonálni kell? Elég úgy festenem, és majdnem megölt engem az ajtó. Oh,
Mondtam, hogy jönni fognak a rendőrök. És 5-ös körözésünk van, itt már a maximum körözés az 5-ös. Nem tudom, egy 6-ost azért még megtarthattak volna. Bár nem tudom, a katonaság aztán elég nonsens volt, szóval megértem, hogy szóval megértem, hogy most már nincsen 6-os körözés. Csak 5-ös. Lehet mégiscsak a 6 csillag azért mégiscsak olyan alap GTS szituáció, nem? Tesó, te halott vagy? A lélek jelenléte az azért megvan. Földön van és még lövöldözik, nem? Na. És a játékkel nem tudtam, hogy melyik az életem, azt hittem regenerálódunk, ami eléggé hülyeség lett volna egy GTA-ban, de az a zöld csík a térképem alatt, az az életem. A kék fogalmas sincs, hogy mi, és az a sárgás, barnás, mustár színű is fogalmas sincs, hogy mi. Na én negyeddig, halvány fogalmas sincs, hogy mi az, a lényeg az. Inkább csak gyilkoljuk meg ezeket a szegény rendőröket, nem tudom, körülbelül 200 ezer dollárért. Fejenként talán. Nem tudom, hogy megérje emberek életét elvenni azért a pénzért, de ki vagyok én, hogy ez ilyenekbe beleszóljak. Ameddig én nem csinálom, addig nem érdekel engem. És minden bizony nem is fogom születő, ne féljetek. Aki ezt nem így terveztem, nyomtam az X-et, hogy átcsúsz rajta, de sajnos nem csúsztál. Na, hallottad összes? Eléggé úgy fest. Oké, az meg a duzát nyomja az arcával, cuki. Itt az ideje betartani a kocsiban? Ezt nem tudom miért csináltad, haver. Biztos, hogy fent van a hóláncom, na. Nem szükséges lekapcsolni engem. Oké, most már van indokot, hogy lekapcsolja engem. Még életemben nem csináltam, de szerintem nem olyan könnyű átülni az anyos részről a sofőrülésre, de ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzek egy GTA-t. Az autóvezetés meg sok mindenkinek nem tetszik, jobban nekem meg sokkal jobban tetszik, mint ami a GTA 4-ben volt. Az autó sokkal jobban kipördülnek, ami rosszabb, de összességében nekem jobban tetszik az autóvezetés. Oké, rendőrben csináltassak engem bántani. Ó, jaj. Csak a roadblockot ne... Jogé, bekanyarodok. Na, még ilyen szépen sem vettem be egy kanyar a GTA-ban eddig. Ez elég kellemetlennek tűnt. A tervek ember. Amikor így el vannak baszva dolgok, akkor is. A tervekhez ragaszkodik. Mr. MLG Snipper. Pont ott talált el az emberünket, ahol a golyó álló mellénye, mert minden bizonyal van rajta. Ott már nem védi. És természetesen még őt is eltalálta. Mike, nem hagyhatlak csak úgy itt téged. A T nem tudom milyen nevet rövidítem. Tyler, fogalmam sincs. Lényeg az, hogy most bosszút állok a kettő barátomért, mert minden bizony a kurvára meghalnak ugyebár. Bár a keletet egy trailert, az már tudja, hogy Mr. Michael az egyik főszereplő lesz a játéknak, szóval valahogy túl fogja élni ezt a sérülést. Na. De Pöppet tartok most attól a rendőrtől a kötelment. Mert nem volt rajta sapka és sem kopaszodott, mert szóval minden bizony meg korábban is megfáztak a hajhagymáim. És jön még több rendőr? Pont amikor legjobban szükség van rájuk, és én a mikrofonomat jobban elhelyezem, elnézést emiatt a kis technikai bolondozás miatt, már jobb is. Oké, húspajzs, húspajzs! Miért lögtöd el magadtól? Végis lehet, hogy csak hátráltatott volna engem, és csak több embert meg kellett volna gyilkolnom, de most már mindegy, iszok egy kortyot a tegnapi kólámból. Nem is szerettem a kólát, a tegnapit meg végképpen, szóval inkább még se iszok belőle.
De valaki csak meghalt. Not always a good citizen. Did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified for two things. So perhaps you should not judge. You're born of sin and you die. Akkor csak megrendezte a halált. Okos fiú. Know that you will show mercy to our friend. Okos ember, GTA V, alias 5. Vicces volt, mert nekem még régen, amikor a GTA 4 megjelent, az kb. 5 évvel ezelőtt volt, akkor volt egy-két ilyen videó is, és hogy GTA hívja, GTA hívja. Véletlen se GTA 4. Aztán azóta szeretek is szórakozni, vagy GTA V. Vágjátok, ugye milyen mókás. Fekete képernyő of Doom, tessék innen elmenni és beindítani a játékot. Közben a redőnyöm az szél miatt elég hangosodik, remélte, hogy nem zavarja meg a videót. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. Most kb. Én, csak mínusz az, hogy drogozok, meg mínusz az, hogy kiverem a játékra. Bárki tudja, mi megtörténhet. Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. The big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I... think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Old school GTA opening. Jó öreg Los Santos. Ami úgy megváltozott egyébként, hogy én fel se ismerem. Szerintem még méretében is nagyobb lett. No, a cicis néni vett hotdogok, az milyen jó nekem. Közben itt voltak ilyen textúraibek, meg későn betöltődő textúrák, mikor először, meg másodjára is játszottam. Most harmadjára lehet, hogy lesznek szintén, majd mindjárt meglátjuk. Ja, valóban vannak. Nem, mert már megszoktam igazából, szóval GTA 4-ből abban róla csak textúra késés volt. Említésre sem éltom. És még kell beszakadni szegény hajléktalan? Szegény csak inni akar még, vagy csak vissza akarja vinni azt az üveget. Kap pár centet érte például. Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie.
Yeah, homie. This the spit knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in me. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Oh. Email második karakterünk Frank. Franklin, ahogy tetszik. Damn. This nigga must got the baby dick. Tó. Csak az, mert jó kocsiai vannak? A piros kocsik általában gyorsabbak, hogyha lenne rajta még csík, akkor végképp gyors lenne, de először is miatt még beszélnék, szerintem én itt egy pöppet abba hagyom, mert megnézem, hogy a hang vajon ezekkel a bejelentésekkel csúszott-e, szóval skacok. Köszönjétek, viszont a következő résznél, és addig is sziasztok!